Tegnap még ilyen volt a vonat. Ma már ilyen. És mi lesz holnap? Az utóbbi 10 évben Európában újjáélett a vonat. Népszerűsége megnőtt. Most új pályák és új kocsik születnek, hogy kényelmesebb és gyorsabb legyen az utazás. De a korábbi évtizedekben kevés pénzt fektettek a vasútba, míg óriási összegeket fektettek az autóközpontú közlekedésbe. A szervezés, a munkamódszerek és a tervezés nem alkalmazkodott az új feltételekhez és a változó igényekhez. Az európai vasutak sokáig főként a kormányok irányítása alá tartoztak, és nehezen tudtak versenyezni a rugalmasabb, vevőközpontú közúti közlekedést szervező társaságokkal. 1990-ben 12 európai ország elhatározta, hogy európai hálózatot épít ki nagysebességű vonatok számára. Franciaország volt az első, amely a gyorsaság és a kényelem érdekében modern vasúthálózatot épített. Már 1981-ben megkezdték az új pályák építését a francia nagyvárosok között. A korszerűen épült szerelvények utazósebessége óránként 270 km. Belsejük az autós közlekedés kényelmét jóval meghaladja. Franciaországot rövidesen behálózták a gyorsvonatok, az ország mint egy kisebb lett. Bármilyen messze lakik is valaki Párizstól, ott dolgozhat, hála a távolsági közlekedésnek. Az utazás Lyontól Párizsig 2 óra hosszan tart megállás nélkül. És nem csábítja el az utasokat a repülőtől, sőt, kooperál vele. A gyorsvonatok útba ejtik a repülőtereket, ahol a nagy, világos vasúti csarnokok közvetlenül a repülőtérhez kapcsolódnak. Ez a Lyoni Szatalasz repülőtér. Az épület teljesen új, izgalmas szerkezet. És a fejlődés folytatódik. A TGV Duplex megnövelt befogadó képességű 2 emeletes szerelvény. Magasabb a komfort fokozat, és óránként 300 km-es sebesség jellemzi. A mérnökök egyre nagyobb sebességekről beszélnek. 1990-ben egy utasszállító TGV szerelvény ért el hosszantartó sebességi rekordot, ami óriási feltűnést keltett a vasutasok között. Valóban nagyszerű látvány egy vonat, amint egy repülőgép sebességével szágúd a vágányon óránként 515 kilométerrel. A franciák új konstrukciójának utazósebessége 360 km/h. A vonal csatlakozik több ország közlekedési hálózatához. Ez itt Brüsszel, az Eurostar vonalának indulópontja. Az Eurostarra úgy kell bejelentkezni akár egy légi utazáshoz. Az eljárás csak nem ugyanaz. Itt automatikus utas ellenőrzés folyik. Nagy, elegáns állomást építettek kizárólag ennek a vonalnak a számára, útlevél ellenőrzéssel, vámmentes üzletekkel és éttermekkel. Nem lehet beszállni, amíg az utasokat hangszórón fel nem szólítják. Utaskísérők segítenek megkeresni a megfelelő vagont és ülőhelyet. Brüsszel fontos állomás a Londonba és Párizsba tartó vonatok számára. Ide futnak be a vonalak például Liège-ből, Amsterdamból vagy Kölnből. A típus neve Thalys, és kizárólag erre az útvonalra készült. Átszágult 3 országon és alkalmazkodik a Németországban, Belgiumban és Franciaországban használatos különböző feszültségekhez, a különböző jelzőrendszerekhez, amelyek a vonatforgalmat irányítják. A Köln-Brüsszel-Párizs útvonalat 3 óra alatt teszi meg.
Londonba tartó vonatunk most kigördül a teljesen újonnan épült szakaszon. Ez teszi lehetővé a nagy sebességet, az újonnan épült egyenes vágányvezetés. A személyforgalom többi része és a teherforgalom a régi vágányokon folyik. Úton London felé az Eurostar áthalad az észak-franciaországi Lille városán, mely az észak felé tartó nagysebességű vasútközlekedés fontos csomópontja. A feladat ellátásához teljesen új pályaudvart építettek. A többi európai állomáshoz hasonlóan nagy figyelmet fordítottak arra, hogy jól működő, tágas és világos környezet alakuljon ki. Az utasoknak pontosan kell érkezniük, főleg a nagysebességű vonatok másodpercre kiszámított indulásához. Most is nagysebességű vonaton utazunk, de ezúttal egy szimulátorban. Lille-ben található a francia vasút iskolája, ahol a vasút üzemi és biztonsági szolgálatban dolgozó személyzetet kiképezik. A szimulátorban számítógép imitálja a 640 km hosszú útvonalat, amelyet a szerelvény Franciaország, Anglia és Belgium területén megtesz. A gyakorló vezető így jut el a TGV vonattal Párizstól Londonig a csatorna alagúton keresztül. A repülőgép szimulátorokhoz hasonlóan itt is minden elképzelhető helyzet szimulálható. Hidraulikus rendszere az egész szimulátorkamrát mozgatja, tehát a gyorsulás, fékezés és a kanyarok érzete is valósághű. A szimulátoron az első két hétben a mozdonyvezetők begyakorolnak minden általános műveletet. Itt a menetrend szerint eljut a csatorna alagútba, vezet az angol vágányokon is. Aztán a következő két hétben az üzemzavarokra készülünk fel. Tehát minden elképzelhető problémára, mint tűz az alagútban, kisiklás angol vagy francia terület, jelzésekre, amelyek nem váltanak át, vagy nem működnek. A szerelvényre és a pályára vonatkozó minden lehetséges problémát szimulálunk. Az iskolapadokban nem kezdők ülnek, hanem gyakorlott vasútmérnökök. A nagysebességű vonatok vezetéséhez azonban a személyzet gondos továbbképzésére van szükség. A szimulátor segítségével folytatjuk az utat Spanyolországba. Madridban olyan állomás épült, amelyet érdemes meglátogatni. Meglepő, mennyi munkát és pénzt áldoznak a vonzó állomás épületekbe és a szép környezetbe. Spanyolország 1992. áprilisában indította el nagysebességű vonatait a 470 kilométeres Madrid-Córdoba-Sevilla útvonalon. Ma már 6 nagysebességű vonat működik. Terv szerint összekötik a hálózatot a francia TGV rendszerrel, hogy közvetlen összeköttetést teremtsenek Sevilla és Párizs között. Nem nehéz az illesztés, mert a szerelvény típusa azonos a TGV-vel. Valamennyit ugyanaz a francia GSE Alstom cég tervezte. Kétféle tápfeszültséggel működik, a spanyol 3000 volttal és a francia 25000 volttal. A nyomtávolság is az európai szabvány szerinti. 1435 mm. Ez az első spanyol vasút, amelyet ezzel a nyomtávval építettek. Tehát ezek a vonatok nem is futhatnak más vágányokon. Thank you.
A maximális sebesség 300 km/h, amelyhez az engedélyt a mozdonyvezető az ATC rendszeren át kapja meg. A nagysebességű közlekedésre alkalmas szerelvény különösképpen magas szintű műszaki követelményeknek felel meg. Tökéletesen simán gördül, miután pedig nehéz terepen vezet, az útvonal összesen 17 alagútja van. Ezért egy túlnyomásos rendszerrel csökkentik a légnyomás változását az alagutakba való be- és kihatoláskor. A nap lemegy a spanyol fennsík szélén. Mi elhagyjuk az AVE vonatokat, hogy bemutassuk Olaszország új nagysebességű vasútját, amely az ETR 500 nevet kapta. 1997-ben helyezték üzembe a híres Pendolino utódja, mely évekig Olaszország népszerű gyorsvonata volt. Az ETR 500-as nagyon szép szerelvény. A híres tervező Farina konstruálta. Teljesen olasz gyártmány. 300 km/h feletti sebességre képes. Többféle tápfeszültségről is működhet, mivel az olasz nagysebességű vasúthálózatot össze akarják kapcsolni Európa többi részével, például Lyon felé. Ehhez azonban építeniük kell egy 50 km-es alagutat az Alpokban. Ez pedig Németország nagysebességű vonata, az ICE. Németország nagysebességű vágányai viszonylag korán behálózták az egész országot. Az erősen szabdalt, dombos vidéken a nyomvonal sok hídon és alagúton vezet át. Némelyik feljegyzésre méltó gigantikus építmény a tájban. A német gyártmányú vonat maximális sebessége 280 km/h. Már elkészült az újabb, az ICE 3. Néhány mintadarab teljességében mutatja be az új szerelvényt, amelyet 1999-ben állítottak sínre. Billenőkocsis változatot is terveztek, hogy a régi kanyargós vágányokon is futhasson. De a németek ennél nagyobb sebességet akartak elérni. Vizsgálni kezdték a mágneses vonat a maglev lehetőségét. Ez kerekek nélküli szerelvény, amelynek nincs kapcsolata a vágánnyal, mert mágneses erő emeli a pálya fölé. A Hamburg-Berlin útvonalra tervezték, amely nagyon nehéz közlekedési folyosó. A terven 1999-ben kezdtünk dolgozni, és 2004-ben kerül sor a szimulátoros műveletekre. 2005-ben helyezik forgalomba. Körülbelül 10 billió német márkába fog kerülni, ennek kétharmada a pálya, a többi a rendszer költsége. A menetidő a 292 kilométeren megállás nélkül 52 perc, három közbenső megállóval pedig 60 perc. A csúcssebesség az útvonalon óránként 450 kilométer, de a rendszert 550 kilométeres sebességre terveztük. Az útvonal azonban olyan rövid, hogy nincs értelme 450 kilométernél gyorsabban haladni. 20 percenként fog indulni egy járat.
Az egyik szerelvényfajta 4 kocsiból áll, és összesen 330 utast szállít, a hosszabbik 5 kocsival 400 utast. Van egy próbavonalunk Észak-Németországban, amely 1984 óta működik. Ezt üzemben fogjuk tartani valószínűleg a Berlin-Hamburg terv munkálatainak kezdetéig. Van jó néhány próbakocsink is. A legújabbat 1999 óta működtetjük. A kivitelezésében részt vesz a Tissens, a Siemens és az Atrans. Ez a Daimler-Benz és az ABB leányvállalata. A terv kivitelezésében részt vesznek a Német Szövetségi Vasút és nyilvánvalóan a német kormány. Hogyan halad előre, ha nincs kapcsolata a sinekkel? Egyszerű. A rendszer egy közönséges elektromotor, amelyet kihajtogatnak. Egyik részét ráhelyezik a sínre, a másikat a vonatra. Ha bekapcsolják az áramot, megindul egy hosszanti mozgás, amely előre viszi a szerelvényt. Japán és Kína is dédelget mágnes vonatra irányuló tervet. Van önök között együttműködés? Van kapcsolatunk a japánokkal, de mivel a két rendszer nagyon különbözik, közös kutatást nem folytatunk. Néha meglátogatjuk egymás berendezéseit, állandó a kapcsolatunk, de nincs közös kutatás. Japán valószínűleg a legmesszebbre jutott a nagysebességű vonatok fejlesztésében. Közismert a Tokió és Osaka között közlekedő Shinkansen Express. Már létrehozták az utódját, a még gyorsabb 300X-et. A szerelvény aerodinamikája figyelemre méltó. Még az áramszedő is aerodinamikus borítást kapott, ezzel csökken a légellenállás és a zaj. A légvezetéket egy újonnan tervezett vastagabb kábelre cserélték, amelynek felülete az áramszedő jobb kapcsolatát biztosítja. Az új alvázon a zsámolyok tengelyeinek távolságát 2,5 méterről 3 méterre növelték. A továbbfejlesztett felfüggesztés pedig elnyeli a sín vízszintes és függőleges egyenetlenségeit. Csökkent a zaj a hidakon is, mert szénszálas anyagból készítik a talpfákat, és alul-fölül gumipárnát alkalmaznak. A japánok legnagyobb problémája a zaj, mert a szerelvény majdnem végig sűrűn lakott vidéken halad. Az éjszakai próbautakon, miközben folyamatosan mérték a zajszintet a vágányon és a szerelvényen belül is, csökkent zajszint mellett óránként 443 kilométeres sebességet értek el. Kétségtelen, hogy a japánok a nagysebességű vonatok legügyesebb technikusai és megoldásaikkal élen járnak. Mi a helyzet Svédországban? Az államvasutak elnöke a távlatokról beszél. Svédországban ugyancsak lényeges a fejlődés a nagysebességű vonatok tekintetében. Jelenleg más típusú szerelvényekre térünk át, amelyek jobban megfelelnek a svéd körülményeknek. Ez a szerelvény használni tudja a már meglévő nyomvonalakat. Fejlesztünk, még több vasútvonalunk lesz. És természetesen gyorsabban fogunk keresztül száguldani az országon, és át az új hídon az európai szárazföldre. A regionális közlekedésben is szükség van fejlesztésre. A Svealand és a Malar vonalakon az X2000 közlekedik. Itt persze a mai nagysebességű vonatokat használjuk. Rövidesen jön egy újabb típus, amelynél minden kocsiban van meghajtás, ezért nincs szüksége külön vontató motorkocsira. Az eddigi fejlődés és az új vonatok bevezetése pozitív eredményt hozott. Amikor egy-egy jó útszakaszt megnyitunk, az utasok tömeges áramlása felülmúlja várakozásainkat.
Ez a fejlődés folytatódik. Támogatjuk helyi érdekű és regionális vonatokkal. Ez a korszerű irányzat. Nem csak Svédországban, hanem mindenfelé Európában, a nagyobb városokban. Az új motorkocsik könnyen összekapcsolhatók hosszabb vagy rövidebb vonattal. Csupán félre kell hajtani a vezetőülést. Ráadásul az elektromos meghajtású kocsi csatlakozhat a dízel meghajtásúval. A rajz egy elektromos szerelvényt mutat, amelyhez csatlakozik egy dízel meghajtású, és egy szakaszon együtt haladnak. Végig lehet sétálni az egész vonaton. Ha újra szétválnak útjaik, a két szerelvényt egyszerűen szétkapcsolják. Ezzel igen sok időt nyernek, és növekszik a hatékonyság. A regionális közlekedés megoldásának másik módja a németországi Karlsruhe-i villamosok receptje lehet. A villamosok, amelyek szokásosan a városi utcákon közlekednek, tovább mehetnek a vágányhálózaton, és a céljuk akár egy szomszédváros is lehet. A nyomtáv ugyanolyan, mint a távolsági vonalak vágánya. Ez a Baden-Badeni vonal. A távolság körülbelül 30 km. A megoldásnak nagy a sikere. Más városokban is terjed, hasznot hajtva a közlekedési társaságoknak. Vajon az új, kényelmes vonatok és a nagysebességű közlekedés sikeres lesz-e a következő években? Ez a jövő kérdése. Közreműködött Fazekas István, Barbinek Péter, Tarján Péter. Magyar szöveg Natone Klára, szerkesztő Dávid Csaba, hangmérnök Teravágimov Zoltán, gyártásvezető Gyarmati Zsolt, szinkronrendező Rízherce Krisztina. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette, produkciós vezető V. Gödön.